Köszönjük szépen, Józsi! És ha már a jelképekről beszélünk, Kövér László magánautóján egy nagy Magyarország térkép van hátul, H betűvel. Ha nem állt volna egy ilyen helyen, kár lett volna elrontani a demonstrációt azzal, hogy egy szabálysértést követünk el, mert a demonstrációnk bejelentése környékén itt ezt gyorsan lefoglalták ezt a területet egy területfoglalási engedéllyel, akkor nyilván leszettük volna. Én felszólítom Kövér Lászlót, hogy mindaddig, amíg hazaárulóként viselkedik, szedje le nagyon gyorsan a kocsijáról azt a térképet, mert ha nem, akkor én meg fogom találni közterületen, és le fogom szedni. Ha azonnal lekerül, lehet, hogy én voltam. De lehet, hogy valaki más, aki meglátta ezt az autót. Kövér László, hazaáruló vagy. Én úgy gondolom. Ti hogy gondoljátok? Hazaáruló! Most pedig Balogh Béla fog egy verset elmondani. Átadom a szót. Én már az előbb beszéltem, de én közben eszembe jutott, hogy a felelősségről, meg arról, hogy valójában mit kellene nekik tenniük annak érdekében, hogy beismerjék azt a csalást, ami folyik ebben az országban. Mert azt tudjuk jól, hogy az folyik, és ha egyszerű lenne a dolog, egyszerűen ki tudnák mondani azt, hogy igen, csalás van ebben az országban, és ezen változtatnak. Ez a vers, amit el szeretnék mondani, ez nem feltétlenül a magyarságról szól, arról szól, hogy valakinek félébred a lelkismerete, és képes arra, hogy beismerje a bűnét. Az a címe, hogy a tanú. Törvény áll. Fiatal, vedd legény a vádlott. Feleljen kend, mondjon tiszta igazságot. Ültőli kurtán már, az is elég ok. Amivel vádolják kendet a szomszédok. Mivel? Panaszolják mindannyian mondván, hogy szülőanyját megérte kend durván. Nem igaz, hazugság! Különben, miért kérdik, ha tudják? Tagadom! Asszony szó, beszéd a világban! Hol a tanú? Álljon elő, aki látta! Tét a bíró, mennek. És a szomszéd teremben egy öregasszonyt vezetnek be. Öregasszony. Fel van kötve zúzott karja, vérrel futott arcát, félkendőt akarja. Igaz-e, hogy fia igen csúnyán összetörte? Ráni feltekint a legény, csak egy villantásra, hogy az öregasszonyt ne csak hallja, lássa. Jól van, szólt a bíró. Mehet kell, nem érti? Mehet akárhová. És a bús legény feloldozott karját alig emelő fel, megfogja a reszketésebes kezét, és ráhajlik a kézre. Megcsókolá szépen. Tekintetes törvény, verjenek vasat rám. Cudar ember vagyok. Megvertem az anyám.